Hát azt kell mondja az apa, hogy én, fiam, ezt rád bízom. Azért bízom rád, mert úgy gondolom, hogy ez így lesz jó. Na most azt mondja, másik hat, hogy ezt kérem, micsoda. Én nem vagyok a gyerek. És az apa meg azt kell tudja mondani, hogy én azért bízom ezt rád, mert ezt ezer éve így csináljuk, ennek ez a rendje, és kislányom, te ebből a pénzből, amit ők ítélem, innen, ebből fogsz te pénzt kapni. Nem ezek a kicsi földi dolgok a lényegesek, nem ezek a kis materiális dolgok, mert lehet, hogy én is nagyon szeretem nagyapám karosszékét, és ugyanúgy ragaszkodom hozzá, ahogy a másik hat testvérem is. És mindenkinek ugyanazt jelenti, és nem lehet hozni a láncszűrészt és hétbe vágni, nem, az valaki meg fogja kapni. Apám eldöntötte, ők. De ez egy határozott döntés kell legyen. Azt gondolom, hogy egy nevelésben az is rendkívül fontos, hogy én nem azáltal akarok előrébb lépni, hogy apám mit gyűjtött, vagy neki milyen volt. Engem önmagamért. Én önmagamért jussak előre, önmagam által legyek megbecsülve, önmagam legyek képes arra a saját tetteim által, hogy én valóban eljutok.